Szeretettel köszöntünk tavasz első vasárnapján. Lassan a vándormadarak is meg fognak érkezni, és a madarak szokásuk szerint majd fészket fognak rakni. Hát most nem fogunk fészket rakni, de a fészkében levő sasmadáról szól az első énekünk. Aki tudja, kérjük szépen kapcsolódjon be a közös éneklésbe. Eszembe jutott egy történet, a 80-as évek derekán történt, amikor Székelyföldön egy ifjúsági csoport kirándulni volt május 1-én, és ahogy jöttek vissza a városba, Szentegyházára, a falu szélén, ott az utolsó házak között, jöttek be a városba, gitározva, énekelve, az egyik léckerítésre rátámaszkodva ott állt egy fiú. És ő nézte a besorakozó fiatalokat, és a fiatalok megálltak a kerítés előtt, és elkezdtek énekelni egy éneket. Kedves barátom, figyelj most rám! Miért vagy szomorú, és miért nem vidám? És a fiú, ahogy hallgatta, elmerengett az élete fölött, és elindult benne valami. Tudta, hogy neki szól az ének, és elhatározta, hogy az Úr Jézust fogja követni. Hát ezt az éneket fogjuk most elénekelni. Nem tudom, hogy ki hogy van most itt közöttünk. Lehet, hogy életed képzeletbeli léckerítésére vagy most támaszkodva, és azon tűnődsz, hogy mit keresek én most itt, mi az életemnek a célja, mi az életemnek az értelme. Hadd szólítson meg a Jóisten az ének alatt is. Énekeljük ezt az éneket. Thank you.
mikrofonhoz Szűz Sándor testvérünket, gyülekezetünk lelkipásztorát, hogy köszöntse az egybegyűlteket, és kezdje meg imádsággal az alkalmat. Baptista gyülekezetünk nevében és az Úr Jézus nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Örülünk annak, hogy tavasz van, és énekelhetünk, dicsőíthetjük a mi Istenünket. És ugye, ahogy meg is volt hirdetve, ez egy zenés istentisztelet, amikor többet énekelünk, vagy a különféle zeneformációk, énekcsoportok fognak szolgálni. Így is megérthetjük Isten szavát, az ő akaratát. Egy néhány igeverset szeretnék olvasni, az Úr Jézus Krisztus szavai, ezek minnyájunk számára. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kívánom, hogy ez alkalommal is tudjuk a terheket lerakni, letenni, az Úr Jézusnak adjuk át, mert ő a megoldás. Ő igazán el tudja venni ezeket a terheket, és nyugalmat, békességet, boldogságot tud adni. Hát segítsen Isten bennünket, hogy megtaláljuk nála és benne a megnyugvást és az életünknek a boldogságát. Ezért fogunk most imádkozni. Kérek szeretettel mindenkit, hogy álljunk fel, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megszólítunk téged. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy megújítottad az évszakot, tavasz van. Köszönjük, jó Istenünk, hogy az életünket is meg akarod újítani, meg akarod változtatni. Köszönjük, hogy benned és nálad van reménység. Kegyelmednek napsugarai sütnek, melegítenek bennünket. Ez csodálatos, Istenünk. Kérünk, hogy az énekek által, az ige hirdetés által vonjál magadhoz. Hadd halljuk meg a te hangodat, Uram. És ha vannak terheink és kétségeink, bűneink, hadd tudjuk azokat letenni a te lábaidhoz. Kérünk, Istenünk, hogy munkálkodjál az életünkben, és áld meg összejövetelünket, éneklésünket, az ige hallgatását, hirdetését. Engedd meg, jó Istenünk, hogy megértsük akaratodat. Segíts, drága Jézusunk, hogy rád tudjunk figyelni, és munkálkodj minnyájunk életében, hogy minden terhet, minden akadályt le tudjunk tenni, és rád tudjunk összpontosítani. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és kérésünknél többet teszel az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Valószínű, hogy a legtöbben már jártunk a megyei kórház sürgősségi ellátási osztályán. Nem vágyunk oda menni, de néha oda is el kell mennünk. És ha megfigyeltük, a padlóra színnel, különböző színekkel vannak felfestve sürgősségi esetek besorolása. Aztán van egy vonal, amelyik egyenesen a fotocellás ajtó felé vezet, nem kell a másik irányba elindulni, előzetes méréseket végezni. Annyira sürgős az eset, hogy az a nyílvessző egyenesen visz az ajtón keresztül befelé. Nem tudom, hogy neked mennyire sürgős az isteni beavatkozás ma délután. A következő ének, amit énekelni fogunk, ez egy imádság. Egy mélységbe jutott embernek az imádsága. Vajon te hogy látod, mennyire sürgős neked az, hogy a mennyország avatkozzon be a helyzetedbe, az életedbe, vagy még el tudsz lenni Isten nélkül, az ő segítsége nélkül? Míg énekeljük ezt az éneket, gondoljunk arra, hogy szükségünk van arra, hogy Isten beavatkozzon az életünkbe, és kiemeljen a mélységből. Az ének éneklése alatt pedig kérem az ifjúsági énekcsoportot, hogy jöjjön fel a színpadra. Thank you.
jelentések szerint egyre mélyebb a szakadék a gazdag és a szegény között. Aki gazdag, az nagyon meggazdagszik. Aki pedig szegény volt, az szegény egyre lejjebb és lejjebb süllyed a szegénységében. Van, akit a gazdagsága akadályoz abban, hogy Istent kövesse. Bibliában van is egy történet arról, amikor egy gazdag ifjú odaszaladt Jézushoz, és úgy érezte, hogy már csak az üdvösség hiányzik neki, és azt mondta, mester, jó mester, mit tegyek, hogy üdvözölni tudjak? És a történetnek vége az, hogy lehajtott fejjel szomorúan ment el Jézustól, mert a szíve hozzánőtt az ő gazdagságához. Ma is nagyon sok ember nem jön Istenhez a gazdagsága miatt. Mások pedig a szegénységük miatt Istent okolják, és úgy érzik, hogy nincs szükségük egy olyan Istenre, aki megengedi, hogy szegény legyen. Nem tudom, hogy te hogy vagy ma délután itt. Az ének, amit ez az ifjúsági énekcsoport fog énekelni, arról szól, hogy gazdag és szegény egyformán meg fog jelenni a trón előtt. És ez az ének hív minket a trón elé, Isten trónja elé. Mert közeledik az az idő, fizikailag is, amikor mindenkinek meg kell jelennie majd ezelőtt a trón előtt. Lenny LeBlanc énekét, a Gazdag és Szegény című éneket, amit a Young Continentals feldolgozásában fog ez az ifjúsági kórus énekelni, hallgassuk meg figyelemmel, és lélekben menjünk el velük együtt a trón elé.
identitás zavarban van ez a világ. Hagyományos értékeket felrúgják, felrúgták, és úgy érzik, hogy nincs már ezekre szükség. A legújabban, amikor a személyi igazolványokat állítják ki, már csak annyi a biztos adat a felmenőkről, hogy anyja neve, és nincs tovább. Már nem szerepel az apja neve is. Mondhatnánk azt is, hogy apátlan világ elé nézünk. Egy olyan generáció fog felnőni, aki nem tudja, hogy ki az apja. Egyre többen és többen lesznek ilyenek. Hát amikor az ember, a nagybetűs ember nem tudja, hogy ki a nagybetűs apja. Nagyon sokszor elmondjuk a mi atyánk kezdetű imádságot. És bele se gondolunk abban, hogy valóban ő a mi apánk, ő a mi atyánk. Vagyok-e olyan viszonyban az Istennel, mint gyermek az édesapjával? Én úgy gondolom, és biztosan tudom azt, hogy mindannyiunk története a tékozló fiúnak a története. Míg otthon volt, nagyon sokszor elmondta, apám így, apám úgy. És aztán egy napon ott hagyta az apját, ott hagyta az otthonát, elment idegenbe, és eltékozott a minden vagyonát. Nem tudjuk, mennyi időt töltött az idegenben. Egyszer... Magába szállt, és azt mondta, hazamegyek, és azt fogom mondani, hogy kezdődik ez a kérés. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Így még soha nem ejtette ki ezt a nevet. Na itt kezdődik az, amikor Istent, ami atyánknak szólíthatjuk. Nem tudom, hogy te tudod-e már így Istent az atyádként szólítani. Következő ének szintén egy imádság. Frederick Makernek, egy angol száz keresztény irodalomnak egy klasszikus énekét fogja a cappella feldolgozásban énekelni most az ifjúsági kórus. Gondoljunk arra, hogy én hogy mondhatom ma el ezt az imádságot.
A következő két énekszámot gyülekezetünk férfi kórusa fogja előadni, úgyhogy kérem, hogy cseréljék a helyet a színpadon. Azt hiszem, hogy akinek serdülőkorú gyermeke van vagy volt, tudja, miről beszélek. Amikor semmi sem jó, amit a szülő mond, és amikor a serdülő nem akar és soha nem akarja megkérdezni a szülőknek a véleményét, úgy gondolja, hogy ő mindent jobban tud, nincs szüksége tanácsra, nincs szüksége kiigazításra. Aztán sajnos, hogy nem sokára jön a csalódás, rájönnek, hogy kellett volna igénybe venni a tanácsot, de már késő. Hasonlóan viselkedünk mi, ami mennyei atyánkkal. Sokszor Isten nélkül hozunk döntéseket, azért, mert nem akarjuk figyelembe venni őt, nem akarjuk a Biblia szavát meghallgatni, mert Isten a Biblián keresztül szól, mi hozzánk vezetni akar bennünket, és nélküle hozunk döntéseket. Nélküle barátkozunk, nélküle szórakozunk, nélküle házasodunk, nélküle utazunk, nélküle gazdagszunk, és sorolhatnám nélküle. A következő ének, amit a férfi kar fog előadni, ezt a képet elénk tárni, nélküled Jézusom. Mennyi mindent teszünk mi Jézus nélkül, és aztán jön a következmény ennek. De jó, hogy van megoldás, és szeretném, ha ma este erre megkapnánk a megoldást. Az ének után pedig bizonyságtevésre kérem Kulcsár Anikó testvérnőt. Yeah.
Mindnyájunknak vannak meghatározó emlékei, amik, hogyha a múltra gondolunk, előjönnek a múlt homályából, az idő távlatából. Állítólag, ahogy öregszik az ember, egyre többet emlegeti a múltat. Én remélem, még nem vagyok ebben az életkorban, de ha megengednétek, szeretnék egy-két epizódot feleleveníteni az életemből, mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos események az, amiket most föl szeretnék idézni. Egészen kicsi voltam, ez azt jelenti, hogy még nem voltam 6 éves, amikor egy nagyon-nagyon súlyos baleset résztvevője voltam, részben elszenvedője. A fő elszenvedője öcsém volt, aki akkor 2 éves volt, és történt, hogy édesanyám, aki le kellett, hogy szaladjon a pincébe szénért, rám bízta, hogyha netalántán addig, amíg ő leszalad szénért, fölforr a tej, akkor fordítsam el. Ezt én meg tudtam csinálni, emlékszem rá, hiszen már tudtam, hogy mit kell tennem. De az nem volt bekalkulálva, édesanyám se gondolt rá, hogy öcsém is oda fog totyogni a gáztűzhelyhez. Az egy ilyen kis gázrezsószerűség volt, 2 lapos. És hát ő is a 2 évesek bölcsességével akarta csinálni, és belekapaszkodott ebbe a gáztűzhelyben, amin fölforrt a tej. És élénken emlékszem, pedig mondom, kicsi voltam, 6 éves, hogy nem csak a lábas, hanem az egész gáz rezsó megindult, és én ösztönösen a 6 évesek bölcsességével, vagy Isten erejével, Istentől indítatva odakaptam, nyomtam mindent vissza. Én ezt a kezemet forráztam le, nincs rá magyarázat, hogy miért nem látszik, másodfokú égésem volt, és itt a mellkasomat. Ez se látszik, nem csak a blúz takarja. Viszont öcsémnek olyan súlyos 3. és 4. fokú égései voltak, hogy azt mondták még 2,5 hónap után is a szüleimnek, hogy semmit nem ígérnek. Az őt kezelő orvosnő azt mondta a szüleimnek, hogy értsék meg, ha ez a gyerek bármilyen szinten életben marad, az isteni csoda lesz. 1 hónap után már nem tudtak neki infúziót adni, mert nem volt olyan vénája, ami elérhető volt, és nem indult be a bőrképződés. Nem folytatom a történeteket, az eseményt. Annyit elmondok, hogy öcsém jól van. Nem, hogy nem lett, úgymond, hát a bőrén van maradandó károsodás sokszoros plasztikai műtétek és egyéb hatására is, de értelmes arcán nincs, ott csak másodfokú égés volt, maradandó károsodás, olyannyira, hogy egyetemi tanár, Isten megőrizte. Miért mondtam el ezt? Ez az élmény nagyon-nagyon korai élményeim közé tartozik, majdnem, hogy első élményeim, belém vésődött. És nem csak a tragédia vésődött belém, hanem az, ahogy szüleim, a gyülekezet és a család ezt élte és földolgozta. Anyukám állandóan énekelt. Na nem vidám énekeket, hanem ilyen imádságos, könyörgő énekeket. Mindig imádkoztunk. Most már tudom így utólag felnőtt fejjel, hogy a gyülekezet imaláncban folyamatosan imádkozott öcsémért. És életben maradt, fölépült, Isten megtartotta, engem is megtartott. Nekem még a nyomok sincsenek, nem tudom miért nincsenek. Ebben az égésnek kéne lennie. De én ott megtanultam valamit. Gyerek fejjel megtanultam Istenről, és megtanultam az imádság erejéről. Aztán egy következő emléket szeretnék feleleveníteni. Ezt is az öcsémmel csináltuk, habár 4-en voltunk testvérek, de hát mi nekünk sok közös esemény fűződik hozzánk. Valahogy úgy alakult az élet, hogy mi sok mindent megtettünk együtt. Akkor már idősebb voltam, tisztán tudom, hogy tudtam olvasni. Olyan 3. osztályos lehettem. 2-en voltunk akkor is otthon, édesanyám tanított, 3-4 házra volt az iskola, de 2-en voltunk otthon. És édesanyám matek-fizika tanár volt, és nem mutatta nekünk az egyik kis kísérletet, hogy hogy működik az áramkör, hogy ugye van az elem, van egy
valami kis vezeték, meg hát van egy próbalámpa, egy izzó, és hogy hát ezt, ha zárjuk az áramkört, lámvilágít. Engem ez valószínűleg nagyon foglalkoztatott, és most így ugyancsak felnőtt fejjel kimerem jelenteni, hogy biztos volt már bennem akkor is természettudományos érdeklődés, eredetileg nem véletlenül választottam azt a pályát, vagy nem véletlenül tanultam matematika, kémia, vegyészmérnöki szakra. Hát én elkezdtem filozófálni, hogy vajon hogy ég ez a lámpa, hogyha nem azzal a pici elemhez kötöm össze, hanem hát a konnektorba. És én megtettem. Úgyhogy fogtam a kis próbalámpát, a két zsinort, és beraktam a konnektorba. Igen, ám csak gyermeki ésszel. Nem volt bekalkulálva, hogy mit tud a 220-ból csinálni, és az megtette a maga ésszerű cselekedeteit, és én nem tudtam elengedni. Zárt a szívemen keresztül, ezt is tudom most már felnőtt fejjel, az áramkör, mert hogy két kézzel fogtam, és nem tudtam elengedni, hanem rázott. És aztán elengedtem. Nem tudom miért és hogy. De azt tisztán tudtam, hát pontosabban még egy dolgot megtettem a teljes igazsághoz, hát ott maradt ez a próba lámpa, és úgy az volt bennem, hogy mit fognak szólni, ha hazajönnek a szüleim, azt onnan ki kell venni, tehát én kivettem. Hát, hogy ez hányszoros hiba, aki ilyesmivel foglalkozik, azt nem kell magyarázni, ebben nem élhetnék. De azt azért annyira már voltam értelmes, hogy tisztán tudtam, hogy itt valami történt, és ez itt túl van az emberi határokon. Úgyhogy gyorsan leültettem az öcsémet, aki még akkor nem tudott olvasni. Azt is tudom, hogy a Vasárnap reggel című ilyen gyerektörténetes könyvet vettem el, és azt mondtam, hogy most Bibliát kell olvastunk, hát nekem akkor az volt a Biblia, és imádkoznunk kell, Sanyi, mert itt az Úr Jézus segített meg minket, és akkor mi nagyon imádkoztunk. Igaz, hogy anyukámat utána kapuba vártam, és életemben egyetlen egyszer kértem olyat, hogy verjem meg. Köszönés nélkül ezt kértem, és akkor ettől nagyon megijedt, nem vert meg, hanem megkérdezte, hogy mit csináltál. Amikor elmondtam, hogy mit csináltam, akkor hát akkor nem volt vere, nevelhetnék én, hanem zokogva adott ő is hálát, hogy élve talált minket. És tudjátok, ebből logikusan következne az, hogy hát ezek után töretlenül megy az ember élete, aki így megtapasztalta Isten jelenlétét, és gyerekként is tudta, hogy ezek isteni csodák, amiket átél, és aminek a résztvevője, az úgy természetes, hogy Isten gyermeke lesz. És nem természetes, mert el kellett jönni annak az időnek, miközben az eddigekből azt hiszem mindenki számára világos, hogy én keresztény családba születtem Isten kegyelméből, és szüleim is Istenben hívő, gyakorló hívő emberek voltak, akik egy élő gyülekezetbe jártak, de ez nem volt elég. Ettől én nem lettem automatikusan hívő ember. Nem lettem automatikusan Isten gyermeke. És hát ugye akkor mi kell ahhoz? Hát biztos valami nagyobb csoda. És nem nagyobb csoda kellett ahhoz, hogy én Isten gyermeke legyek, hanem az, hogy egy teljesen átlagos Isten tiszteleten nem volt evangelizáció, nem volt semmi extra. Egyszerűen úgy éreztem, hogy hozzám szól Isten igéje, és engem állít döntés elé, hogy én akarok-e az ő gyermeke lenni, elfogadom-e a felém kinyújtott kezet, vagy elutasítom. És Isten kegyelméből elfogadtam. Odaadtam az életemet neki. És ugye hát most úgy folytatódna a történet, hogyha mese lenne, és hogy innentől kezdve minden simán megy, és simán ment, és nem ment minden simán. Sőt, hiába vagyunk közel 30 éve férjemmel most már a lelki munkában, mint feleség egy lelkipásztor mellett, hiába vagyok. Ha őszinte vagyok, azt kell, hogy mondjam, hogy időről időre kerülök olyan életelágazások, életkérdések elé,
Amikor újra válaszolnom kell arra a kérdésre, hogy kit választok, melyik utat, és néha ezek a kérdések nagyon kemények, és élhetek át, és éltem át az elmúlt években olyan életszakaszokat, amikor az életem alapjait kellett újra gondolni, hogy én valóban jó helyen vagyok, a helyemen vagyok. Valóban újra ki tudom mondani, hogy akármit hoz az élet, én akkor is Isten gyermeke vagyok, és őt akarom követni, és őt akarom szolgálni. És úgy gondolom, hogy ez a kérdés mindnyájunk előtt van. És mindnyájunknak felteszi Isten. Mert nem elég, hogy hiszek én, akár gyerekfejjel, akár csodákat átélve egy teremtő vagy egy gondoskodó Istenben, nekem egy urat kell szolgálnom, aki néha olyan dolgokat is megenged az életemben, amit nem értek. És akkor is őt kell szolgálnom, és akkor is neki kell engedelmeskednem. És én kívánom, hogy akik itt vagytok a teremben, akármilyen élethelyzetben vagytok, akár olyan nagyon fiatal gyerek, mint én voltam, és akit megőrzött Isten sokszor az élete során, azt kell mondanom, hogy kegyelem, hogy élek, és csoda. Vagy pedig felnőttek vagytok már, és most felnőtt fejjel kell olyan döntéseket meghozni újra és újra, hogy Istent választod, vagy mondjuk egy munkahelyi előléptetést, vagy egy könnyebbnek látszó életutat. Azt kívánom, hogy mindig, mindig azt a döntést hozzuk meg mindnyájan, magamnak is ezt kívánom, hogy Uram, én téged akarlak követni, és téged akarlak szolgálni, és majd veled szeretnék lenni ott a menny dicsőségében, amikor oda vezet az én utam. Ezt kívánom mindenkinek. Köszönjük szépen a bizonyságtételt. 4 évvel a magyar forradalom előtt, 1844-ben született, asztalos inasként kezdte, de nem erről vált híressé, hanem a nagyméretű, gigantikus méretű festményeiről. Munkácsi Mihály volt az, akinek a nevéhez fűződik az úgynevezett Krisztus trilógia is. Ennek csak egy darabját lehet megszemlélni Debrecenben. Ugye Krisztus Pilátus előtt, a másik festménye pedig az Ecce Homo, ima az ember, a harmadik pedig a Golgota. Mind a három festményen, ahogyan Krisztust ábrázolja a művész, az Úr Jézus minden esetben fölfelé néz. Az első esetben fölnéz Pilátusra, a vádló emberre, és az utóbbi két festményében pedig még feljebb néz. A menny felé tekint, a mennyei atyának az arcát szinte keresi a fiú. A Biblia azt mondja, hogy ezzel a tekintettel majd egyszer mindenkinek találkoznia kell. Nem tudom, mit érzett Munkácsi, amikor festette és az ecset vonásai alatt megformálta Krisztusnak az arcképét. De amikor te is, én majd szembenézünk ő vele, aki a teremtés kezdete óta az ember történelmét figyelemmel kíséri. A Biblia azt mondja, hogy vádolni fog sokakat ez a tekintet. És mi ez a vádlás, mi ez az ítélet? Találjuk a János Evangélium a 3. rész 19. versében, ahol ez van megírva. Ez pedig a kárhoztatás, vagyis az ítélet, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Ez lesz majd a kárhoztatás, amikor ezzel a tekintettel találkozni fogsz. Hogy fogsz megállni? Erről a tekintetről beszél a következő ének a férfi karnak. Az Úr lejött szegényen. Hova menekülsz, ha majd elé kell állnod? Az Úr lejött szegényen, a bőr.
Következő két ének számot gyülekezetünk vegyes kara fogja előadni. Nem tudom, hogy mire gondolunk, amikor a Földet említi valaki. Föld, talán arra gondolunk, hogy ez a kék bolygó, az a hely, amit Isten tervezett el az ember számára, az ideális életlehetőségeket biztosító hely. Vagy arra gondolunk, hogy ez a hely, ez a bolygó, amelyik álmainknak ad otthont, és minden törekvésünknek, és megvalósításunknak, erre utal a Biblia mondása is, hogy porból lettél, és porrá leszel. Az ének, amit vegyeskar énekelni fog, arról szól, hogy vándor vagyok, és nem az otthonom ez a föld. És majd később úgy folytatódik az ének, hogy eljön egy nap, amikor a folyóparton meg fogunk állni. Hát szokták azt is használni, hogy majd a Jordán partján, amikor megállunk, vagy azon átkelünk, ez a földi életből való elköltözés, a halálnak a pillanata. Az ének azt mondja, hogy majd ott várnak reám. A szörnyű az, hogy sok keresztény ember nem tudja, ki vár reá a folyó túlsó parton. Voltam már haldokló emberek mellett. Nincs annál nagyobb kár, mint mikor valaki nem tudja, hogy ki vár reá a folyó túlsó partján. Még ezt az éneket hallgatjuk, gondoljunk arra, hogy ki vár reám. Vár-e valaki reám? Mi vár reám majd a folyó túlsó partján?
holnap nyílna egy olyan hivatal itt a városban, amelyiknek az lenne a dolga, hogy minden ügyes bajunkat megoldja. Gondolom, hosszú sorok kígyóznának, ha központban nyílna egy ilyen hivatal. Jöjjenek ide, mert itt minden gondra van megoldás. Persze, ez csak álom. Sajnos, hogy nincs ilyen hivatal, de van egy teremtő Istenünk, aki szeret bennünket, és amikor az Úr Jézus erre a földre lejött, azt mondta, hogy jöhetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve. Terheinkkel, gondjainkkal, problémáinkkal, bűn okozta sebeinkkel jöhetünk Jézushoz. Erre szólít fel a következő ének is, amit a vegyeskar énekel. Közösen fogunk énekelni egyet. Tovább hív Isten bennünket ének által, aztán majd igéje által, az ige hirdetés által, hogy felfrissüljünk fizikailag is,
és egy kis oxigénhez jusson az agyunk, fennállva fogjuk énekelni az éneket. Isten hívte el nekült, az ének után pedig Kulcsár Tibor, budai baptista gyülekezet lelkipásztora fogja olvasni és hirdetni Isten igéjét. Kívánjuk, hogy Isten segítsen arra, hogy nyissuk meg szívünket az üzenete előtt. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az János evangélium a 21. fejezetében az első verstől szól. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél, így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és az Ebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre azt mondták: mi is, elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, Jézus megállt a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret.
Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: kövess engem, imádkozzunk. Uram Jézus, olyan megdöbbentő látni azt, hogy te elindulsz azokért a tanítványaidért is, akik valahol egészen máshol vannak és más körülmények között, mint ahova te rendelted őket, mint amit te vártál tőlük. És sokszor olyanokért indulsz el, talán ma is olyanokért is elindulsz, akik még nem is a tanítványaid. De te mondtad azt, kedves Uram, hogy azért jöttél erre a világra, hogy megkeresd és megtartsd az elveszetteket. Így vagyunk most itt, és hadd kérjük, hogy a következő percekben, a te áldott lelked jelenlétében, hadd csodálkozzunk rá a te irgalmas és kegyelmes szeretetedre, és hadd értsük meg, hogy miért adtad oda önmagadat értünk. Amen. Tessenek helyet foglalni. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ennek a kedves városnak a vendége lehetek itt az elmúlt napokban, és a gyülekezetben is ott lehettem. Nem először vagyok már itt a Filharmóniában sem, ebben a gyönyörű épületben, de mindig megragad ennek a szépsége. De ennél sokkal gyakrabban, és ez gyakorlatilag egy állandó állapot,
megragad Isten igéjének a különlegessége. Van abban az ige szakaszban, amit elolvastam, egy elhanyagolt, furcsa kis szó. Azaz elhanyagolt, furcsa kis szó így hangzik, ismét. Hogy kerül a Szentírásba? Isten valami rendkívüli kegyelméből. Tekintettel arra, hogy még mielőtt Jézus meghalt volna, még mielőtt letette volna az ő életét, és engedte volna, hogy kereszthalált szenvedjen el a világ bűneiért. Azt mondta a tanítványainak, hogy ez meg fog történni, pontosan úgy, ahogy előre megmondták a proféciák. Semmi olyasmi nem fog vele történni, ami váratlan vagy meglepő lenne. Azt mondta, hogy én önmagamtól teszem le az életemet. Senki nem veheti el tőlem. Van hatalmam letenni, és lesz hatalmam majd fölvenni is, én oda szentelem, oda áldozom magam. Megmondta azt is, hogy a halálban töltött idő 3 nap lesz. Azt is megmondta, hogy utána majd Galileában találkozni akar a tanítványaival. Igen, ám, de a tanítványai, annak ellenére, hogy éjjel-nappal vele voltak éveken keresztül, nem nagyon értették, miről beszél Jézus. Hogy lehetséges ez? Ők valami egészen más szerettek volna, ők valami másra vágytak volna. És amikor Jézus föltámadt a halálból, a tanítványai szorongva, kétségbe esve, bezárkózva voltak abban a szobában, ahol együtt ették meg az utolsó vacsorát is, és rettegtek attól, hogy mi jön most. Éppen ezért egyáltalában nem csoda, hogy az első hírnökök asszonyok voltak, hogy föltámadt az Úr. Mentek, tenni akarták a kötelességet, azt akarták, hogy egy tisztességes, végtisztességet adjanak az Úrnak, és nyitva találták a sírt, és angyalokat láttak, akik elmondták, hogy az Úr föltámadt a halálból, és rohantak a tanítványokhoz, és mondták nekik, hogy mit mondtak az angyalok, és tetszik tudni, mit mondtak erre a tanítványok? Ezek az okos, sokat tapasztalt Jézussal, sok időt együtt töltött férfiak. Mesebeszéd, olyan asszonyos dolog. És akkor az Úr Jézus valami egészen megdöbbentő dolgot csinált. Az a Jézus, aki meghalt a tanítványaiért, értem is, és önért is, vagy érted is, megváltoztatta a programját. De szinte lehetetlen. Miért is tenné? Mi sokszor úgy gondolkozunk Istenről, meg Jézusról, hogy valahol nagy magasságban a fejünk fölött ott van, tesz, amit akar, csinál, amit akar, mi meg úgy kiszolgáltatva itt vagyunk valahogy, aztán néha találkoznak a dolgok egymással, minthogyha tetten érhető lenne, hogy beavatkozik, de igazából kiszámíthatatlan meg, nem is tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel. És Jézus megváltoztatja a programját. Még aznap két tanítvány, a szomszéd, hát egy kicsit odébb levő településre indul azért, és melléjük szegődik. Emmausba mennek, és melléjük szegődik, nem ismerik meg, hiszen úti öltözetben szegődik melléjük, olyan kámzsás úti öltözetben, de elkezd velük beszélgetni. És nem csak beszélget, hanem amikor azok a kétségbe esett meg, hitetlenkedő dolgaikat elmondják, és azt is elmondják, hogy még valami asszonyok is jöttek, és ilyeneket mondták, mi meg nem tudjuk, hogy mit kéne gondolni erről az egészről, akkor elkezdi nekik magyarázni az írásokat. Elkezdi megvilágítani, hogy értsék meg, ez nem valami rendkívüli dolog, megmondták előre a proféták, hogy ez lesz majd. És egész úton velük megy. Még a házba is bemegy az invitálásukra. És asztalhoz ül velük, és amikor kézbe veszik a kenyeret, mintha ő lenne a házigazda, és megtöri, akkor a két tanítvány arca egyszer csak fölragyog, a szemükről, mintha leesne valami hályog, és rádöbbennek, hogy hát pont úgy, mint ahogy az utolsó vacsorán recsent a kenyér. Hát ez a mester! És akkor eltűnik előlük. Ők meg rohannak vissza, mennek megmondani, hogy de tényleg föltámadt az Úr, hát nem olyan asszonyos mesebeszéd ez. És ahogy lélek szakadva azt a sok-sok kilométert megteszik, amikor odaérnek, megint ott találják a tanítványokat, bezárt ajtók mögött, és belépnek, és
elkezdenék elmondani az örömüzenetet, hogy emberek, hát mégis föltámadt az Úr, azok azzal fogadják, hogy képzeljétek, mi történt, hát tényleg föltámadt az Úr, megjelent Simonnak. És elkezdenek beszélgetni, és egyszer csak ott áll közöttük Jézus, és rájuk köszön, és azt mondja, hogy békesség nektek. Halálra rémülnek. Annyira megrémülnek, hogy az Úr Jézus eldönti azt, hogy leleplezi magát teljesen, és kinyújtja a kezét, és azt mondja nekik, nézzétek meg a kezeimet. És nézzétek meg az oldalamat. Itt vannak a sebek. A szellemnek nincs húsa meg teste. És amikor olyan furán néznek a tanítványok, majdnem azt mondtam, hogy bambán néznek rá a tanítványok, bocsánat, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy van itt valami ennivalótok. És ott van egy darab sült hal, és az Úr Jézus elkéri tőlük, és megeszi a szemük láttára. De nincs köztük Tamás. És amikor Tamás megérkezik, elkezdik neki mondani. És Tamás azt mondja, hogy ó, ne. Én ebbe a dologba már egyszer belesétáltam. Én már egyszer hittem. Én már egyszer tanítvány lettem. Engem nem fogtok tudni ezzel rászedni. És az a helyzet, hogy a szememnek fogok hinni, meg a fülemnek fogok hallani, meg az ujjamnak fogok hinni. Hogy is? A szememnek fogok hinni, a fülemnek fogok hinni, meg az ujjamnak fogok hinni. Tehát ez a tudományos megvizsgálásnak az alapszabálya. Nézni, tapintani, meghallgatni. És ez a mester úgy dönt, hogy megváltoztatja a programját. Megmondta nekik, hogy menjenek Galileába, de egy hét múlva is ugyanott ülnek. És belép közéjük újra, akkor, amikor ott van Tamás. És rájuk néz, és azt mondja Tamásnak, te Tamás, gyere csak ide. Hozd az ujjadat, és tedd a sebemre. És engedd az oldalamba. Azt mondtad, hogy nem hiszed addig, amíg a sebeimet meg nem érinted. Saját kezül, gyere, tedd! És ez a Tamás szinte összeroppan. Te, hogy teszi az ujját ebbe a sebbe. Különösen azért, mert az Úr Jézus azt mondja neki, hogy és ne légy hitetlen, hanem hívő! Hát ezek után csak elindulnak Galileába, de ott van köztük az a Simon Péter, akinek olyan nyughatatlan természete volt. Sok szempontból rokonnak érzem magam vele. Magamra ismerek sokszor, amikor olvasom róla a Szentírásnak a beszámolóit. És ebben az esetben is feleségem a megmondhatója, hogy milyen jó, amikor beteg vagyok. Körülbelül 10 percet tudok feküdni egyszerre. És utána már, hogyha egy picit is jobban vagyok, azonnal úgy érzem, hogy itt valamit csinálni kéne, valamit tenni kéne, menni kéne valahova, valamit el kéne végezni. Hát ez a Simon valami hasonló volt. Mit mondott nekik az Úr Jézus? Menjenek Galileába és várjanak rá. És meddig? Hát ezt nem mondta. És mennyit? Ezt sem mondta. És miért? Ezt sem mondta. A végén majd nyugodtan oda jöhetnek azok a férfiak, akiknek a kedvenc elfoglaltságuk a várakozás, hogy találkozzak már egyszer olyanokkal is. Hát Péter se bírta. És egy idő után azt mondja a többieknek, hogy tudjátok mit? Én elmegyek halászni. Ülünk itt és várjuk a... Mit is? Hát az, hogy mester majd csak előkerül valahonnan, de hát már elteltek napok, és a feltámadása után ez nem úgy volt, mint korábban, hogy állandóan együtt lett volna a tanítványaival. Egyszer csak jött, aztán eltűnt, és tényleg eltűnt a szemük elől. Megyek halászni. Akkor legalább csinálok valamit. Hát ezt nem írja le a Szentírás, ezt csak én tenném hozzá, ha magamtól való lennék. Úgyhogy annak rendje módja szerint elindul, de mindjárt akadt társa, az a bizonyos Tamás, azt mondja, hogy megyek veled, meg Nátánael, azt mondja, megyek veled.
és az Zebedeus fiak, akik korábban halászok voltak, szóval ennek a történetnek a leírója János is. Azt mondja, hogy tudod mit, megyünk, egy kicsit megmozgatjuk az izmainkat, meg legalább lesz a konyhán is valami, meg egyébként is csinálni kell valamit, menjünk halászni. És egész éjszaka nem fognak semmit. Az a terület, ahol ők halásztak, arról volt nevezetes, hogy 7 meleg forrás ömlött a Genezáreti tóban, és ebből adódik, mindig nyüzsgött a haltól. Úgyhogy az csodaszámba ment, ha ott nem tudott volna valaki halat fogni, pláne nem egy szakavatott halász. És egész éjszaka mindent megtettek, és nem fogtak egy darab halat se, nem keveset fogtak, egy darab halat se. Honnan tudjuk, hogy egy darab halat se? Hát Jézus, akiről nem tudták, hogy Jézus az, hát hogy is tudták volna jó 90 méternyire a Szentírás beszámolója szerint, megállt Jézus a parton, én már akkor nagy gondban lennék, hogyha valaki ott az ajtóban megállna, és meg kéne, hogy ismerjem, hogy ki áll ott. Szóval megállt Jézus, vagy 90 méternyire a parttól, reggel van, ilyenkor még alapvetően a vízpárák is besegítenek, és szép csendesen beszólt nekik 90 méterre, hogy fiaim, nincs valami ennivalótok? És mi, hogy is szólt a kórus? Nincs. Nem tudom, hogy mindenki számára érthető az a szó, hogy déjà vu. Ezt én egyszer átéltem már valahol. Ezt jelenti ez a szó. Tudjátok, hogy mikor éltek át ilyet a tanítványok? Amikor utoljára halásztak együtt a Genezáreti tóba, vagy 3 évvel korábban. Akkor is egész éjszaka dolgoztak, és nem fogtak semmit. És akkor is reggel odajött a partra Jézus, csak akkor még egy hatalmas tömeg is jött, mert akarták hallgatni Jézust, és aztán Jézus, látva, hogy kikötnek ők a hajókkal, és mosni kezdik a hálóikat, belépett az egyik hajóba, és megkérte Simont, aki a hajó volt, mármint Pétert, hogy egy picit menjen már beljebb, hogy ő gyakorlatilag szószéknek meg hangerősítőnek használhassa ezt a csónakot, és beszélt az Isten országáról. És amikor befejezte az igehirdetést, ráparancsolt Simonra, hogy most akkor evezzen a mélyre, és vesse ki a hálót fogásra. És annyi halat fogott, hogy 2 csónak telt meg, de akkor Simon szíve ebbe beleroppant, beletört. És remegve térdelt ott a halkupac tetején Jézus lába előtt, és azt kérte tőle, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És akkor Jézus nem ott hagyta, hanem azt mondta, hogy ne félj, Simon, gyere, mostantól fogva emberhalász leszel, gyere, légy a követőm. És onnantól kezdve követő lett. De most, ezen a hajnalon, most ugyanúgy nincs semmi. Annyi különbséggel, hogy most visszakanyarodott egy úton. Túl sok minden történt. Túl sok érthetetlen dolog történt. Túl sok mélyen megrázó dolog történt. Azon az estén, amikor az utolsó vacsorát együtt megették a mesterrel, nagyon komoly vitába keveredett Jézussal. Állította azt, hogy ő erős a hitben, áll a hitben, hogyha mindenki más megtagadná is és elfordulna is Jézustól, ha mindenki más megbotránkozna is Jézusban, ő akkor is ki fog tartani mellette. És Jézus újra és újra azt mondta neki, hogy nem, Simon, mielőtt a kakas megszólalt, te 3-szor megtagadsz engem. És Simon állította, hogy nem így lesz, nem így lesz, nem így lesz, akkor se így lesz. És a Gecsemáné kertben ez a Simon még kardot is rántott, hogy bizonyítsa azt, hogy de ő ki fog tartani. De aztán, amikor elvezették Jézust, és Simon utána lopakodott, és bement a főpap udvarába, és látta azt, hogy az ő mestere semmit nem tesz azért, hogy kiszabadítsa magát az emberek kezéből, hanem hagyja magát ütni, hagyja magát összeköpködni, hagyja magát kigúnyolni, totálisan elbizonytalanodott. És akkor megszólította valaki, hogy te,
Hát te is az ő tanítványai közül való voltál. Ilyettiben azt mondta, hogy nem, én nem. És aztán jött valaki más. És azt mondta ott a tűznél, ahol melegedni próbált, mert didergett a lelke, nem gondolom, hogy csak a teste fázott, didergett a lelke, ott megint rászólt valaki, hogy te, hát te is a tanítványai közül való vagy, én nem. És aztán jött egy szolgálólány, és az a szolgálólány azt mondta, hogy megismerlek, hát te is közülük való vagy, hát még a kiejtésed is elárul, galileai akcentusban beszélt. És esküdözni, átkozódni kezdett. Kínos, keserves, szörnyű, borzalmas jelenet volt, amikor a tanítvány mindenre megesküszik, hogy még csak nem is látta soha a názáreti Jézust. És akkor megszólalt a kakas. Hallotta Péter. És ahogy hátrafordult, szembe találta magát Jézussal, aki kint ült a főpap udvarán, összeverve, leköpködve, megalázva, és hogy találkozott a szemük. Simon összeomlott. És ez volt az utolsó. Ő nem látta többet Jézust. Nem tudta azt mondani neki, hogy bocsánat. Nem tudta neki azt mondani, hogy tévedtem. Nem ezt akarta. Nem tudta neki azt mondani, hogy Jézus, megmondtad, hogy mi lakik a szívemben. Én nem hittem neked. Könyörülj rajtam! Néhány évvel ezelőtt meghalt valaki. És amikor leültem a szeretteivel, az a szörnyű igazság derült ki, hogy az utolsó emlék az volt, hogy összevesztünk. Autóbaleset volt. És soha többet nem lehet azt mondani, hogy szeretlek, bocsáss meg. Nem lehet azt mondani, hogy nem azt akartam mondani. Nem lehet visszaszívni, meg visszavonni semmit. Nem véletlen, hogy ez a Simon Péter nincs kint a Golgotán. Képtelen szembenézni a megfeszített Krisztussal. Képtelen szembenézni azzal, hogy igaza van. Igaza volt. Képtelen szembenézni azzal, hogy micsoda alak vagyok én, és bocsánat a szóért, aki a legjobb barátomat, a legszeretettebb embert ilyen megvetéssel, ilyen megalázó módon dobta ki a szívéből. És amikor föltámad Jézus, az az első üzenete, menjetek és mondjátok meg a tanítványainak, mondják az angyalok az asszonyoknak, és Péternek, hogy föltámadt a halálból, és előttetek meg Galileába. És ezen a hajnalon, ott a genezáreti tó partján, Jánostól valami döbbenetes evangélium, néhány szóban hangzik el ott a csónakban, csak ennyi. Péter, a parton, az Úr az, és nézzétek ezt a Pétert, dobja magát a vízbe, eszibe nincs megvárni, míg a többiek majd kieveznek, mit érdekli őt, hogy mennyi hal van a hálóban. Az Úr az, gyerünk, találkozni kell Jézussal. A lélektan nagyon egyszerű magyarázatot tud erre adni. Muszáj találkozni. Mert ez az egyetlen olyan helyzet, ahol föl lehet oldódni, föl lehet szabadulni, bocsánatot lehet nyerni. Tudod azt, hogy bocsánatot nyerni a legnagyobb titok? Azt mondta egyszer egy pszichiáter ismerősöm, akivel beszélgettem, hogy ha az emberek megértenék a megbocsátásnak a csodáját, a pszichiátriáknak a 80-90%-át azonnal be lehetne zárni. Nem lenne rá szükség. Kiüríthetnék. Mert fölszabadulna a lélek. És nem kéne többet beszélni egy csomó mindenféle eltorzulásról az emberi lélekben. Hiszen ott van ez az üdv üzenet, hogy szabad vagyok, fölmentve, megbocsátva, elengedve a bűnöm. Szóval repül Simon először, de aztán úszik.
és előbb ér ki, mint a többiek. És hogy ő ott mit mond Jézusnak, azt nem tudjuk. Egy biztos, hogy amikor a többiek is kiérnek, akkor egy rettenetesen különös kép várja őket. Mi van a parton? Parázs, rajta sült hal és kenyér. Miért mentek a tanítványok halászni? Mert különben éjjel halnának. És Jézusnak kifogott halat? Milyen sokszor azért nem merünk Jézussal járni, mert attól félünk, hogy fölkopik az állunk. És a genezáreti tó partján sült halt van, de nincs Jézusnál pecabot. Meg parázs van, és nincs nála egy doboz gyufa. Meg kenyér van, aztán nem aratott, még Molnár ismerőse sem biztos, hogy volt a környéke. És Jézus rájuk néz, és azt mondja, hogy tudjátok mit, hozzatok azokból a halakból, amit most fogtatok. És Péter ugrik. Tudjátok, a lelkiismereti terhek néha fölgyorsítják az embert. Én még emlékszem gyermekkoromban, ha valami nagy disznóság volt a fülem mögött, és édesapám segítséget kért, olyan gyors voltam, hogy fantasztikus. Azért, hogy hát, ha nem kerül szóba a többi. Hát általában szóba került. De szóval Péter ugrik, egyedül kiemel egy olyan, micsoda erő szabadul fel. 153 nagy hal. Az vizes hálóban nem egy könnyű valami. És Péterbe olyan energiák szabadulnak el, hogy egyedül kihúzza a partra. És aztán esznek. És milyen megdöbbentő, hogy nem szolgálhatják ki magukat. Észre tetszett venni? Azt olvastam ebben a szövegben, hogy és Jézus töri a kenyeret, és Jézus ad nekik enni. És aztán, amikor ettek, bár ebben a kenyértörésben, mintha az úrvacsorának a jelenete sejlene föl, legutóbb, amikor így együtt voltak, és törte Jézus ezt a kenyeret, akkor azt mondta, hogy ez az én testem, amely ti érettetek töretik meg. Majd törjétek, cselekedjétek az én emlékezetemre. És most töri a kenyeret, odaadja nekik. És hogy átveszik tőlük, valami különleges szent légkör keletkezik. Ismeritek az ilyen különleges furcsa állapotokat? Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy angyal ment át a termen, mert valahogy megborzongunk, és úgy csendben van a lelkünk is, mint ami vár valamire. És fölhangzik egy kérdés. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Valószínűleg mindenki fölkapja a fejét. Mert hogy Jézus átkeresztelte ezt az embert, mindjárt az első találkozásnál. Azt mondta, hogy eddig te Simon voltál, és innentől kezdve majd Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. A Simonnak az egyik jelentése az, hogy hajladozó nátszál, a Kéfás meg a Péter követ jelent. Átalakítom a jellemedet. És most Jézus egyáltalában nem véletlenül azt kérdezi, hogy mondd csak nátszál, barátom. Megfigyelted, hogy hogy hajlottál, ahogy fújt az új szél? Amíg az én szelem hajtott, hajlottál az én szómra és az én követésemre. Amikor azt hitted, hogy a vesztes oldalán állsz, és a főpapok szele, meg a Pilátus szele kezdett fújni, akkor elindultál egy másik irányba hajlani. Kedves nátszál, Simon barátom, jobban szeretsz engem ezeknél? A görög szöveg a segítségünkre siet, ott van hinnem, nőnem, meg semleges nem. Hát ez magyarban nincs, de úgy tudom, hogy a román nyelvben van valami hasonló, ugye? És ott nem a többi tanítványról beszél Jézus. Semleges nemet használ, amikor azt mondja, hogy ezek. Simon körülnézhet. Simon, jobban szeretsz engem, mint egy szép nagy darab sült halat? Gyerekkoromban egyszer hívtuk a szomszédban dolgozó bácsit, hogy jöjjön el velünk Isten tiszteletre. Ránk nézett, és nevetett, és legyintett egyet. Azt mondta, hogy nem teheti, ő más valláson van.
Édesapám ránézett, és azt mondta, hogy mondja már Béla bácsi, milyen vallásom van? Azt mondja, tarisznya hitű vagyok. Hát olyat nem hallottunk addig. Mi az, hogy tarisznya hitű? Hát csak azt hiszem el, ami a tarisznyában van, meg ami a pocakomba kerül. Hát elég szép nagy volt az a pocak, oda elég sok minden bekerült. De úgy tűnik, hogy nagyon sokszor ez a lényeg. Simon, jobban szeretsz engem? Mint egy ilyen pikniket, ami itt van. Sült hallal, kenyérrel, parázssal a tóparton, hálóval, dugik hallal, a csónakoddal, amivel akkor indulsz halászni, amikor akarsz, mindennel, amit emberként elérhetnél. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Több ez neked? Nálam vagy én vagyok több, mint ezek? És ebben a különös hangulatban Simon, mintha nem értené a kérdést, azt mondja, hogy igen, Uram, hát én szeretlek téged. És aztán Jézus vár egy kicsit, és újra kérdez. Úgy tűnik, szokása volt Jézusnak szóba hozni ugyanazokat a dolgokat. Az utolsó vacsorán ezt a háromszor megtagadsz engem, azt is háromszor hozta szóba, emlékszünk? És néhány perc múlva egyszer csak fölhangzik a kérdés. Simon, Jóna fia, te szeretsz engem? Most már nem az a kérdés, hogy ezeknél jobban szeretsz-e? Szeretsz-e engem? Én nem tudom, hogy először meghallott-e ez a Simon, ez a Péter, hogy Jézus azt akarta mondani, hogy te Simon, ha jobban szeretsz engem ezeknél, akkor igazából mit keresel itt? Hát legeltesd az én bárányaimat, hát másütt lenne a dolgod. Hát elmondtam neked az utolsó vacsorán. Kikért a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy majd megtérve erősítsd a te tanítványtársaidat, a te atyád fiait. Így erősíted őket, Simon? Simon, Jóna fia, szeretsz te engem? És Simon válaszol. És azt mondja, hogy igen. Tudod, hogy szeretlek téged. És mivel látja Jézus, hogy nem sok mindenre megy így, megváltoztatja a szót. Sajnos a magyar fordításban ezt mi nem tudjuk ugye olyan egyszerűen megváltoztatni. De a görög szöveg azt mondja, hogy a következő kérdés már nem arról szólt, hogy úgy nagy általánosságban és olyan nagy átfogó szeretettel szeretsz engem. Azt kérdezte Jézus, hogy Simon, baráti érzelmek vannak a te szívedben, az én irányomban. A barátod vagyok. Szeretsz engem? Ez nagyon fájdalmas. Néha egy-egy kérdéssel a tyúk szemünkre tudnak lépni, igaz? Volt olyan a házasságotokban, kedves férfi testvéreim, barátaim, atyám fiai, hogy a feleségetek azt kérdezte, hogy szeretsz engem? Ritkán szokott ez csak úgy szimplán évődés lenni. Vagy asszonyok, volt olyan, hogy megkérdezte tőletek a férjetek, hogy te szeretsz engem? Némelyeken úgy látom, hogy nem túlságosan kellemes emlékeket kezdek fölidézni. De ezek fontos kérdések. És egyáltalán, hogy kérdezhet Jézus ilyet? Férfi a férfitól. Azért, mert ő nem úgy van jelen, mint férfi, hanem úgy van jelen, mint Péternek a megváltója. Úgy van jelen, mint Péternek a teremtőjének a testet öltött fia. És ez a teremtő azt kívánta, azt követelte, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. Azt hiszem, rengetegen tévedésben vannak. Nagyon sokan azt gondolják, hogy igen, Isten számára nagyon fontos, hogy higgyünk valamit. És nagyon sokan ezzel is bújnak ki. Én tulajdonképpen elhiszem, hogy van Isten, legyen ez neki elég. Nem elég. Ő nem azt várja, hogy én, mint az ő gyermeke, én, mint az ő teremtménye,
valami hatalmas távolságból olyan tiszteletben tartva az ő istenségét, és elvárva, hogy tiszteletben tartsa az én emberségemet, jó nagy távolságból legyünk egymáshoz. Hanem azt várja, hogy az egész szívünk kötődjön hozzá. 2 éves volt a legnagyobb lányom, amikor először indultam hosszú útra, tanulni mentem. És több mint 6 hét telt el, amire visszaérkeztem Magyarországra, és hát ez 2 éves gyerek életében rettentő hosszú idő. Mondták azt nekem előre, csak tudjátok, hogy van az ember, kevésbé hiszi el, amit mondanak, míg át nem éli. Hát közben tanult meg beszélni. Akkor még csak szavakat mondott, amikor elmentem, mire visszaértem, addigra már mondatokat. És amikor megérkeztünk, éppen a szüleimnél volt, és megálltunk a kapuba, csöngettünk, és aztán megjelent az én lányom a nagypapával kézen fogva. És nézett föl rám, nézett, és belém hasított, hogy nem ismer meg. És egyszer nagy sokára annyit mondott, amit előtte soha nem hallhattam tőle. Édesapám, soha nem fogom elfelejteni. Aztán megfogta a kezem, és együtt ültünk le az asztalhoz. És akkor azt gondoltam, hogy ezen a nagy lelki traumán túl lettem, és próbáltam becézni, próbáltam neki egy kicsit hízelegni, ajándékot adtam neki, meg próbáltam úgy kedveskedni neki. És ebéd közben egyszer csak nagy csend lett, és megszólalt az a töpörtyű kicsi lány, és valami olyasmit mondott, amit azt hittem nem lehet túlélni. Körülnézett, és azt mondta, hogy tudjátok, ő az édesapám. Ha még egyszer elveszítem, nem találom meg soha többet. És akkor értettem meg, hogy az én tanulásom és az én tanulmányaim a számára 6-7 gyötrelem voltak, neki elveszett az édesapja, akit ő nem tud megtalálni. Nagyon sokszor valószínűleg pont így vagyunk Istennel. Jön Isten, és meg se ismerjük az arcát. Nagy soká, nagy nehezen, talán ki tudunk valamit nyögni. És ott van a szívünkben ez a kétségbejtő helyzet, ez az elhagyottság, ez a kitaszítottság. Simon, Jóna fia, rám ismersz? A barátod vagyok? Azt olvasom az igéből, Péter rendkívül elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle Jézus. Mert ebben benne volt tagadás, dacosság, benne volt minden. És azt mondta, hogy Uram, te mindent tudsz. Azt is, amit én sosem mondtam el. Azt is, amit én senkinek szóba nem hoztam volna, amit talán még végig gondolni sem mertem, magam se, teljesen. Mindent tudsz. De azt is tudod, hogy én szeretlek téged. És itt ez szerepel. Azt is tudod, hogy én a barátod vagyok. Na de hogyan? Hogy nyújthat kezet Jézus annak, aki megtagadta? Hogy ajánlhat baráti jobbot annak, aki még azt is letagadta, hogy ismeri? Tudod, hogy? Mert úgy szerette Isten Simon Pétert, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, hogyha Simon Péter hinni fog az ő egyszülött fiában, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És tudod, engem is pont így szeretett az Isten.
És az a jó hír, hogy önt vagy téged ugyanígy szeret az Isten. És lehet, hogy visszanézel az életedbe, és azt mondod, hogy na de hát ha tudná az Isten, hogy én miket mondtam róla, és hogy milyen összefüggésekben emlegettem az ő nevét. Ha tudná az Isten, hogy én mi mindent tettem eddig életemben, de hogy akarna ő engem. Nézd! Simon Péterről mindent tud Jézus. És nem azért nyújt neki jobbot, aki Simon Péter, hanem annak ellenére. Nem azért fogadott el engem gyermekének, aki voltam, annak ellenére. Miért? Mert ide jött azért, hogy lerombolja a sátán munkáját. Bennem, benned, önben. Hogy újra lehessen építeni az életet. Hogy újra lehessen kezdeni a kapcsolatot. Istennel és emberekkel is. Hogy teljesen másfajta életet élhessek mindörökre most már. És aztán Jézus azt mondja neki, tudod, Simon, úgy áll ez a dolog, hogy amikor fiatal ember voltál, felövezted magad, meghúztad a nadrág szíjat, aztán oda mentél, ahova akartál. Hát eljön majd a te életedben az az idő, amikor majd más övesz fel, és oda-vissza, ahova nem akartál menni. Milyen ijesztő. Nem annyira. Mert hogy ez a Simon, akkor, amikor az életét adta az ő megváltójáért, akkor volt egy utolsó kérése. Rómában, amikor keresztre akarták feszíteni, azt mondta, hogy ezt nem tehetik vele. Hogy ő ugyanúgy halljon meg a mesteréért, ahogy a mestere, az nem méltó dolog. Legyenek szívesek megfordítani a keresztet. És ő fejjel lefele kell, hogy legyen. Mert nem méltó arra, hogy a mesterét úgy követhesse a halálban, ahogy ő halt meg. Jézusnak ez volt az utolsó szava. Kövess engem. Ma nem azért jöttem, hogy kinek-kinek elmondjam, hogy amikor majd idős lesz, akkor más övezi föl, és oda megy, ahova nem akart. Bár ez mindegyikünkkel előadódhat. De azért igen, hogyha valaki úgy érzi, hogy vele hasonló dolog történt, az ő életében hiányzik egy olyan nagy odafordulás, hogy végre megbocsásson neki Isten, hogy elengedje Isten azokat a dolgokat, amik szörnyű mázsás teherként nehezednek rá, akkor oda mehessen hozzá. Azzal biztat bennünket Isten igéje, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ezért szeretnék most imádkozni. Megtenné, hogy összeteszi a kezét, lehajtja a fejét, és velem együtt imádkozik. Uram Jézus, az, ahogy te megváltoztatod a tervedet, és máshová mész, azért, hogy a te tanítványaid el ne vesszenek, egészen megdöbbentő. És köszönöm neked, hogy abban a tudatban lehetünk, hogy ma este erre vetted az utat. Azért is, hogy szembesíts önmagunkkal, és azért is, hogy megtalálhassunk, hogy rád találhassunk. Uram, én sem állhatnék most itt, ahol állok, ha te nem kerestél volna meg újra. És nem mondtad volna nekem, hogy szeretsz engem, annak ellenére, ami velem belül történt. És nem adtál volna lehetőséget arra, hogy én megfogalmazzam magamban újra, hogy szeretlek téged. Hogy érzelmileg is, értelmemmel is, akaratommal is hozzád akarok tartozni. Köszönöm az elfogadást. És köszönöm, hogy aki ma este így jön hozzád, azt te elfogadod.
Amen. Mondta, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és terheket cipeltek magatokkal, és én nyugalmat adok a ti szíveteknek. Bizony mondom nektek, aki én hozzám jön, semmiképpen nem küldöm el magamtól. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Amen.